Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sport TV nézőit. Most, hogy szünetel a bajnokság, a Liga Kupa meccsek között volt egy kis csapatépítésre is ideje a Ferencvárosnak. Hogy sikerült a bowlingozás? Egyáltalán mennyire fontos, hogy azért egy picit megszakadjon a monotónia? We had a tide for the team building. We hing a bowling. What denk jij daarover? Nou, team building ontstaat op het veld. Bowlen is leuk erbij, maar op het veld moet het gebeuren. Tehát a csapatépítés az legfőképpen a pályán történik. Ez a bowlingozás ez egy érdekes dolog volt, de ő abba hisz az edzőnk, hogy a legfontosabb, hogy a pályán legyünk csapat. De ilyen esetben is figyeli a játékosok reakcióit? Ilyenkor is az edző dolgozik egy ilyen programon? Ben jij als trainer daar bij de bowlen, kijk de reacties van de spelers of ben je gewoon, jou amuseert zich gewoon mee met de jongens? Nou, ik was een van de spelers hè, op dat moment. De enige keer dat ik een van de spelers ben. Tehát ebben a pillanatban egy a sok közül ő is élvezi, amit csinálunk, igazából nem edzőként funkcionál. A Kecskemétet már egyszer sikerült legyőzni a Liga Kupában, ezek szerint a recept adott, az megvan. Wij zijn al één keer gewonnen tegen Kecskemét in de Liga Cup. Kennen wij de recept om te winnen tegen hun? Nou, wij moeten leren om elke dag een finale te spelen. Bijvoorbeeld afgelopen wedstrijd heb je gezien hoe slecht wij zijn. Als wij 99% zijn. Zo, elke wedstrijd is hetzelfde, elke training is hetzelfde. Het is de finale. En dat moeten de jongens leren, want afgelopen woensdag hebben we ons niet goed verhouden, vind ik. Tehát úgy kell játszanunk, mint hogyha minden mérkőzés egy döntő lenne számunkra. Minden mérkőzés új. Megmutatta a szerdai mérkőzés is, hogy ha nem 100%-ot nyújtunk, akkor sebezhetőek vagyunk. Nagyon fontos, hogy mind az edzésen, mind a mérkőzésen törekedjenek a játékosok arra, hogy 100%-ot nyújtsanak. Ez a feladat mára is. Eddig megszokható, hogy a Liga Kupában is a legerősebb csapat lép pályára. Így lesz ez ma is? Spelen wij met onze sterkste ploeg vandaag ook? Ja, de sterkste ploeg spelen wij. G is helaas geblesseerd. Maar voor de rest hebben we gewoon de sterkste jongens. De voorkeur Bezic en Jova zijn bij de nationale elftal. Dus die vallen weg. Tehát igyekszünk a legjobb csapattal felállni, ugye a Józsi Gyuri kisebb sérüléssel bajlódik, illetve a Jova Levente és a Bezic a válogatottnál van, de egyébként igyekszünk a legjobb csapattal játszani ma is. Kék-fehér, vagy lila-fehér mezégeben egészen pontosan a Kecskemét együttese, itt a Ferencváros kezdő 11-je a képernyőn, tehát Ranilovic védi a zöld-fehér kapuját, Otten, Schwab, Máté, Bödet, Gyömbér, Jenner, Csukics, Klein, Alempievics és Szomália került Ricardo Moniz együttesének kezdő csapatában a jobb oldalon a kispadon helyet foglaló játékosok névsorával találkozhattunk. Ami pedig a hazai a kezdő csapatát illeti, Borszéki a kapuban, Sós, Póti, Vaskó, Forró, Ramos, Patvaros, Bertus, Licingi, Pereira, valamint Szalámi alkotják Horváth Ferenc kezdő csapatát. Ugye Horváth Ferenc idén közben érkezett a Kecskemét csapatához vezető edzőként, aki két évig a Ferencváros együttesében is focizott. Gyömbér. Szomália. Kitűnően keresztezett, Forró határozottan. Jorginho nyújtja meg előre a labdát. Szalámi lábáról került hátra, és most már Patvaros. Szalámi. Licingi. Szalámi és Klein. Szalámi be tudott lépni Klein elé. Megpattanó labda, kapufa, és onnan pedig bemegy a hálóba. A ferencvárosiak kapujába a labda. A kecskemétiek megszerzik a vezetést. Nem kis szerencse kellett ehhez, hiszen megpattant a labda, ráadásul még a kapufa is a hazaiakkal volt. Kecskemét-Ferencváros 1-0 tehát. Gyorsabb volt Szalámi egyértelműen, mint Klein, és be tudott lépni a ferencvárosiak védője elé. Majd mindjárt megnézhetjük ismétlésben is a találatot. Na itt van, tehát Licingi indítása. Itt a versenyfutást megnyeri Szalámi, és akkor, amikor próbálna blokkolni Szalámi lövését Klein, azzal, hogy oda csúszik, belelép a lövésbe, pont fölpattan a lábán a labda, átpattan az Ranilovic feje fölött is, és a kapufáról végül is bemegy a vendégek kapujába a labda. De az kétségtelen tény, hogy a Kecskemét a maga agresszív játékával meglepetést okozott. Óriási tömörülés ott az ötösön belül, rövid oldalról egy csúsztatás, és mellé ment a labda. Megint Szalámi veszélyeztetett. Nagyon jó elképzelés volt, rövid oldalra csavarni,
és meg is tudta csúsztatni ott Böde mellett a labdát. Szalámi centikkel került el végül is a sarkot a labda. Sós indítása, jön Radilovic, és ott a második gól. Ezúttal Liczinyi a gólszerző. Negyed óra sem telik el a mérkőzésből. Teljes rövid zárlat a Ferencvárosnál. Radilovic korholja a többieket. Bealudt totálisan a Ferencváros védelme. Szalámi után Liczinyi is, tehát beveszi Marko Radilovic kapuját. Sokkal gyorsabb, mint ott négy ferencvárosi, akik nem is nagyon lehet tudni, hogy mire számítottak, egymásra vártak, vagy kire. Begyújtja a rakétát, Liczinyi az átadás a szabadrúgás pillanatában, Sós Márkó labdáját pedig, miután ő végezte a szabadrúgást, a jobb sarokba helyezi. 2-0-ás kecskeméti vezetés. Otten. Alembijevic. Lefülelte Jorginho. Szalámi. Ellövi váratlanul, és nem volt az bizony rossz. Nem tette, vette a labdát, nem tolta tovább, kapura fordult, megcélozta a rövid fölsőt, és centiméterekkel ment el a keresztéc fölött a lövés. Nézzük meg még egyszer. Itt hirtelen kettőt tol befelé a labdán, és aztán rásuhintja messziről. De Jennernek a lövő ereje megvan hozzá, hogy veszélyes legyen. Lapos lövés, és be is surran a jobb sarokba. Jenner elvállalta a 36. percben, későn vetődött rá a kapus, sorfal között vagy mellett is elsuhant a labda, és hát ilyen hangulatban nem voltak a ferencvárosi szurkolók eddig, mint most. A vendégek számára ez a lehető legjobb kor jött, még az első félidőben, annak végén sikerült szépíteni. Ez több mint 30 méter, 34-35, a Borszéki Csaba alaposan benne van. Későn mozdult rá egyértelműen a kapus. Lehet, hogy későn is látta meg a labdát, ezt az ő szemszögéből kellene megvizsgálni. Minden esetre 2-1. Nem nagyon hiszem, hogy Kalein most már az első fél időben vissza tudna menni, bár azt mutatja, hogy ő készen állna a játékra, csak éppen nincs már tovább az első fél időből. Lefújta a játékvezető Szilasi Szabolcs az első játékrészt. A villám rajtot vett a Kecskemét, és 14 percen belül két gólt is szerzett, és fantasztikus taktikát választva rendkívül agresszívan játszott Horváth Ferenc együttes, aztán Jenner szabadrúgásból szépíteni tudott az első félidő utolsó 10 percében, és hát kíváncsian várjuk a folytatást, meg kíváncsian várunk egy véleményt is, méghozzá Gyömbér Gábor véleményét a Ferencvárosból. Takács Rita kolléganőm előtt már ott is van a Ferencváros. Köszönöm szépen, mi történt veletek az első fél órában? Meglepett a Kecskemét, hogy ennyire agresszíven rögtön visszatámad? Nem, igazából nem tudom, mi van velünk, ha fennmaradtunk a buszon, vagy nem tudom, mi volt az első 20 perc velünk. Iszonyatosan buta gólokat kapunk, nem figyeltünk oda, nagy fejmosásra számítok a szünetbe. Viszont most a lélektani előny az nálatok van a góllal. Igen, sikerült szépítenünk. Úgy érzem, hogy most már azért kezdünk kicsit magunkhoz térni. Kicsit többet van nálunk a labda. Bízom benne, hogy a másik fél időben még jobban rá tudjuk nyomni az akaratunkat, és bízom benne, hogy kiegyenlítünk és megfordítjuk a meccset. Ott egy ütközés. Ionescu nyerte ezt a párviadalt, és Ionescu egyből indít, méghozzá kitűnően. Jenner pedig belelövi a kapusba Borszékibe. Majdnem egy gyors gól a második félidő elején, ferencvárosi lehetőség adódott. Ionescunak volt köszönhető, aki itt labdát szerzett, és azonnal ugratta ki Jennert. Hát megvolt a sansz, a lehetőség minden esetre az egyenlítésre, hiszen Jenner lefutott a forrót, viszont nem tudta ellőni Borszéki mellett. Alembijevic, Jenner, Alembijevic. Negyed óra eltelt a második félidőből.
Magasan száll középre a labda, Böde fejelt bele, középre a felszabadítás, és egy óriási nagy Ionescu gól. 61. perc, hát ez hatalmas nagy kecskeméti hiba volt. Középre felszabadítani, hát mindenhol írtják az ilyen megoldást. Ionescu pedig már az első percekben érződött, hogy nagyon jó csere volt. Remekül eltalálta a labdát, nem állítgatott, kapura zúdította, Borszéki nem védhette. 2-2. Hát középre kifejeli a labdát Sós. Mellel maga elé teszi Ionescu, és a melkasáról lefelé hulló labdát még mielőtt talajt érne, elrúgja Rüsztel. Óriási gól. Licingi. Szalámi csúszott el és dühöng. Két gólos hátrány tudott tehát a Ferencváros ledolgozni. Csukics. Otten. Ionescu, Schwab. Schwab csavarta, és Böde meg tudta előzni a védőjét, Forrót, derék magasságból tudott ráfordulni és ellőni végül is kapura. Kettőt pattan, hármat pattan, és a negyedik pattanás után ért el az alapvonalra, nem tudta egyből ellőni tehát. Jenner. Jorginho fekszik el, Jenner, keresztbe száll a labda, Orosz, na mit kezd bele, belövi középre, és aztán az érkező ember Ionescu fölé vágta. Tarabai fog majd beállni tehát kecskeméti részről. Csukics labdája Szomáliához, Orosz, Vincelles, Ionescu nem tudta átemelni Ramos fölött, Ramos rossz helyre, aztán Orosz! Borszéki ölében kötött ki a lövés. Otten. Szomália. Az jó labda. Ionescu, Jenner. Egy megkerülő csel, és aztán fölé durrant. Itt a ferencvárosi szurkolótábor. Borszéki kapuja mögött foglalnak helyet. Nagyon befűzte ott a védőjét Jenner. Jorginho vált áldozatául. Ionescu. Böde. Ez is szabálytalan volt a játékvezető szerint. Licingi, Dosso. Sós. Kanyarintja be középre, és a kapufát talált Tarabai. Lehet, hogy ez meccslabda volt, vagy meccslabda lett volna. Szép támadás volt minden esetre. Ott van két védő között Tarabai, jó labdát kapott, a pár centivel lejjebb megy, ezt Ranilovics nem védi. Jenner lezárta az utat ott az oldalvonal mellett. Alempievics szépen sarokkal Gyömbérhez. Gyömbér alányul, Böde nincsen le sem. Leragadtak egy pillanatot a kecskeméti védők. Böde labdája Orosz felé kerül, Orosz kapásból, Borszéki mekkorát védett. Ez igen. Szép volt mind a két játékostól, a rúgó játékostól, Orosztól is, és Borszékitől, a kapustól is. De mi mindig nincs vége a dolognak, mert Csukics játsza tovább, szabad rugás. A 90. percben méghozzá nem csak, hogy egy szabad rúgás, hanem egy kiállítás is, Vaskót kiküldi a játékvezető. Itt van Orosz lövése. Remekülti ki Borszéki. Végére megfogyatkozik a kecskemét. Vaskó Tamást kiállítja a játékvezető.
Nagyon nézi már az óráját Szilasi Szabolcs. A bedobást elvégzi a Ferencváros Schwab révén, a játékvezető viszont véget vet a küzdelemnek, ami szó szerint küzdelem volt, különösen a második félidőben. Ricardo Moniz összekapta csapatát a szünetben, alaposan kioszthatta a játékosait, hiszen több mint 6 perccel később jöttek ki a második félidő megkezdésére a ferencvárosiak, mint a kecskemétiek. És érkezik Ricardo Moniz, aki főleg az első fél időben rengeteget jegyzetelt abba a kis jegyzetfüzetbe. Gondolom nagyon sok minden belekerült, mik pontosan. In the first half you have failed in the opposition in your boekske. What dan? Nou, goede dingen denk ik, omdat we de tweede helft een stuk beter spelen. Maar het is heel slecht van ons. Ik zag het al woensdag, toen we eigenlijk een procent minder geconcentreerd waren. En dat zei ik voor de wedstrijd. Wij zijn niet goed op 99%. En dat duurt heel lang voordat ze dat begrepen hebben, maar de tweede helft hebben we het goed gedaan. Tehát olyan dolgokat, amiből javítani tudtunk a második féldőre, hála Isten sikerült. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, pedig elmondtuk a meccs előtt, hogy 99%-os koncentráció a számunkra nem elég, ahhoz nem vagyunk elég jók. Hála Isten a második féldőbe tették a fiúk a dolgokat. De mi történt az első félidőben? Gyömbér Gábor a szünetben úgy fogalmazott, hogy a buszon maradt a csapat valószínűleg. What a burden in the first half. Gábor Gyömbér heeft gezegd in de rust dat wij hebben in de bus gebleven in de eerste helft. Dat wij starten zo slecht. Ja, maar dat is ook, hoe zeg je dat? De persoonlijkheden moeten zich ontwikkelen. Dus de trainer is helemaal niet belangrijk. De persoonlijkheden moeten zo aanwezig zijn dat ze de mensen in de juiste organisatie zetten. Nou, twee keer was dat niet het geval en het was 2-0. En daar hebben we over gesproken in de rust en de tweede helft ging een stuk beter. Tehát nagyon fontos, hogy a játékosok személyisége fejlődjön, felelősségtudatuk legyen az ilyen szituációkat megoldani. Ugye ott voltak hibák a helyezkedésben, ezeket maguknak kell rendezni, ez kívülről nehéz megoldani. Ez a második félidőben jobban sikerült, ezért egyenlíteni tudtunk. Köszönöm szépen az értékelést, és további sok sikert kívánok. És érkezik Horváth Ferenc, aki egyébként a meccs előtt elárulta nekem, hogy ő Ricardo Moniztól tanult gyakorlatilag azzal, hogy különböző olyan DVD-ket nézett, amin az ő edzés programjai voltak, amiket gyerekeknek csinált. Szóval, hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy Ricardo Moniz is egy picit nevelt téged, elárultad nekem az első félidő előtt. Hát az első félidőben nagyon-nagyon elégedett lehetsz, és azt gondolom, hogy nagyon jól játszott a csapat. Igen, jól játszottunk. A végére egy kicsit elfáradtak a fiatal játékosaink. Hát ez normális, ezen majd fogunk dolgozni. Második félidőben a Fradi egy nagyon kockázatos játékot vállalt föl. Sajnálom, hogy nem tudtunk többet kijönni belőle kontrából, hiszen 5-6 emberrel támadtak folyamatosan, és visszafelé elég keveset futottak. Hogyha egy kicsit jobban oda koncentráltunk volna, talán egy picit jobban hittünk volna benne, akkor a kontránk még jobban ülhettek volna.